Sziasztok, kedves barátaim! Ma szeretnék mesélni arról, hogy hogyan tudjunk egyszerűen, de nagyszerűen megváltoztatni a sorsunkat, és boldogra tenni magunkat és a másokat. Biblikus írások tanítják, hogy egyik egyszerű és nagyszerű módszer ez az adományozás, amikor ember ad. Sokszor azt mondják emberek, hogy engem nem szeret senki, nem kellek senkinek, de mindig kérdés, de mit tettünk mi ezért, hogy minket szeressenek, hogy szükség legyen ránk, és ehhez nagyon fontos gyakorolni bőséget, hogy az ne legyen szív deficitje, hiánya, hanem a bősége. Ez az egyik oldala az adományozásnak. A másik oldala, hogy az ember ezáltal tisztítja a karmát, ez mellett természetesen anyagi szinten is kap pozitív visszahatásokat, ugyanakkor érzelmi szinten kap visszahatásokat, és még lelkileg tud fejlődni. De lelkileg fejlődik nem minden esetben. A védák magyaráznak, hogy az adományozásnak van néhány kategóriája. Azon múlik, hogy milyen kategória adományozást végzek, olyan eredményeket kapok. Lehet adományozni tudatlanságban, lehet adományozni szenvedélyben, és lehet adományozni jóságban. Tudatlanságban adományozás az, amikor mi adományozunk valakinek káros dolgokat, ami rontja embernek az életét, az egészségét, a sorsát, és így tovább. Ami pusztítást eredményez, ez adományozás tudatlanságban. A szenvedélybe adományozás, ez az, ami pillanatnyilag jól eredmény jön, de hosszú távon rossz eredmény lesz ebből. Vagy a motiváció, hogyha azért adományzok, hogy én kapjak belőle valamit, ez is szenvedélyes adományozás. A harmadik a jóságban, az a féle adományozás, ami tisztítja embernek a szívét, emeli a tudatát. Adományozni szokták rászorultoknak, vagy minden másféle jótékony célukra, ami nagyon fontos, és látjuk, hogy emberek nagyon szeretik. Ha körülnézünk, rengeteg ember van, aki jótékonykodik és adományoz. Igyekszik segíteni másoknak. Akár a Bhagavad Gita alapján, akár más védikus írások alapján érdekes dolgot lehet tanulni. A minden adományozás között a legmagasabb, ez adományozni a lelki célokra. Hogyha valaki lelki célokra adományoz, akkor minden szinten is eléri az eredményeket. Akkor minden más ember jó fog járni anyagi szinten, érzelmi szinten és lelki szinten. Ugyanúgy, amikor az ember öntözi fának a gyökérét, és ezáltal táplálja minden levelet, ugyanaz történik, amikor az ember adományoz lelki célokra, akkor minden más terület harmóniába fog kerülni, és ember boldog lesz, és elégedett lesz. Ezért a legmagasabb szintű adományzó az, aki lelki célokra adományoz. És emberek szeretik, és mennek templomba, és tesznek felajánlásokat, de vannak személyek, akik nagyon szeretnének, de nem tehetnek, mert nagyon kicsi a jövedelem. Azoknak számára, és nem csak az ők számára, de elmondom egy érdekes és nagyon-nagyon jó lehetőséget adományozni és fejlődni lelkileg. Ez az 1%. Mindenféleképpen mindenki adózik az 1%-ból, és ebben mi a jó? Az, hogy nem kell plusz fizetést költeni az adományozásra, plusz pénzeket, hanem ez úgyis el lesz utalva a bizonyos szervezetnek, és mi ajánljunk a Krisna Tudat Egyháznak adományozni 1%-ot. Ez az adomány a lelki célukra fog menni, és azok a személyek garantált lelkileg fognak fejlődni. Itt most látjátok a technikai számot, lehet írni a Krisna Egyháznak 0389. Egyszerű, zseniális,
és mellette sok-sok lelki eredmény fog jönni, természetesen sok anyagi eredménnyel is, de tegyük meg ezt motiváció nélkül, az a legfontosabb. Remélem, hogy hasznos volt egy kis információ számatokra. Legyétek boldogok, lájkoljatok a videót, iratkozzatok fel, osszatok meg, Hare Krishna!